A nemzetközi könyvvásárra az idén 13 országból érkeztek kiállítók, a két díszvendég pedig Franciaországból és Olaszországból érkezett. Diego de Silva, olasz költő, író és újságíró köszöntő beszédében a két ország kapcsolatáról mesélt. Attól függetlenül, hogy nem áll módonban elsajátítani a szerb nyelvet, tisztában vagyok azzal, hogy a hazám és Szerbia között több mint 140 éve barátság áll fent. Az, hogy vendégként itt lehetek több okból is hasznos számomra. Egy kicsit jobban megismerhetem ezt a térséget, és a legfontosabb, hogy megismerkedhetek több szerb költővel és íróval is. A nemzetközi könyvvásárt Milos Vucevic Újvidék polgármestere és Slobodan Cvetkovic az Újvidéki Vásár vezérigazgatója nyitotta meg. Azoknak, akik könyvvel a kezükben és könyvtári tagsági kártyával a zsebükben nőttek fel, mint én is, egy ilyen esemény kiemelkedő fontosságú. Itt az érdeklődők ugyanis a kedvezményes árak mellett szemtelen új kiadvánnyal és kiadóval ismerkedhettek meg. Hisz ismerik a mondást, a könyv lelki táplálék. Az idén először mutatjuk majd be a BookTube elnevezésű alkalmazásunkat is. A program a népszerű YouTube irányelvét követi, azonban csak és kizárólag könyveket tartalmaz. A könyvvásár megnyitóján a múlt év tavasza óta kiadott legjobb hazai könyvnek odaítélték a Láza Kosztit díjat, amelyet az idén a szakmai zsűri Szelimir Radulovicnak ítélt oda a Dvanaes című kötetéért, és még kitüntették a belgrádi tankönyvkiadó intézetet is. Ez számomra hatalmas elismerés. A díj az egyik kiváló szerzők nevét viseli, aki nem mellesleg a legkedvesebb költőm. Az én írásaim egytől egyig a hitemről tesznek tanúbizonyságot. Úgy is szoktam fogalmazni a díjazott kötetemmel kapcsolatban, hogy egy folytonos, megszakítás nélküli imádság az egész. A könyvvásáron részt vesznek a Vajdasági Rádió és Televízió munkatársai is. Az Újvidéki Vásár és annak eseményei március 11-ig ingyenesen látogathatóak.